Ostyáni László, aki az 1800-as években két alkalommal is betöltötte Zenta város főbírájának tisztségét, 1883-ban állítatott keresztet ezen a helyen. A kőkereszt maradványait, amely egyébként 1970-ben omlott le, felhasználták a ma felszentelt kereszt rekonstrukciója során. A szertartás Nagy József plébános szolgáltatta, valamint a muzika szakra énekkor énekelt. Zenta város egykori főbírája pedig kőkeresztet állítatott erre a helyre 1883-ban. Ez a kereszt hosszú évtizedekig állt, majd amikor a benzinkút megépítésére került sor, illetve az idő vasfoga megtette a sajátját, és a kereszt tönkrement, összetört, csak a talapzata maradt meg. Most ennek a keresztnek a felújítása történt meg. Fontos jelképnek tartjuk ezt a keresztet, már azért is, mert amikor valaki egy utazó beér Zentár, akkor tudja, hogy egy keresztény városba érkezett. Az ostyáni kereszt felújítását dr. Gulyás Gizella, a Borosgyevi család, Zenta önkormányzata, valamint a zentai hívek támogatták. A munkálatokat Posztós Attila kőfaragó és Hanák Zoltán Kovács végezték. A múltat is idézi, de valahol ebben a világban nagyon sok lelki, vallási reménység kell, amit nekünk a kereszt jelent. Nekünk mindenütt keresztek vannak a lakásokban, a templomainkban, templomainkon, és akármerre megyünk itt a mi vidékünkön, tanyavilágtól kezdve mindenfelé utak mellett keresztek vannak, mert ez reménységet jelentett. Nem csak most küzdelmes az élet, hanem régebben is az volt. És én azt hiszem, hogy ez jelent egy reménységet. A rendezvényen jelen volt Ceglidi Rudolf, Zenta polgármestere, valamint Homolya Ákos, a községi tanács civil szervezetekkel és városrendezéssel megbízott tagja is.